fejlődő mezőgazdaság, közfoglalkoztatottak dolgoznak a több éve milliós bevételt hozó uborka földeken Dombrádon. Az önkormányzat jelenleg egy fokhagymakrém üzem építését is tervezi. Diák kedvezmény októberig. A második fél évben végzett hallgatók október 31-ig használhatják a diák igazolványukat. Megemlékezések megyeszerte. Államalapító Szent István királyra emlékezünk augusztus 20-án. A tiszalöki ünnepségen a város díszpolgárává avatták dr. Benkő Tibor vezérezredest, a Honvéd vezérkar főnökét. Mintegy 300 munkanélkülinek segít a közmunkaprogram a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Dombrádon. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A foglalkoztatottak közül 35-en dolgoznak a több éve milliós bevételt hozó uborka földeken. Emellett a fokhagyma termesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek, az önkormányzat jelenleg egy fokhagymakrém üzem építését is tervezi. Bár a jelenlegi időjárás nem kedvez az uborkának, a rendszeres gondozásnak köszönhetően kiváló lesz az idei uborka termés, mondta el kérdésünkre Dombrád polgármestere. A településen a 300 közmunkásból 35-en dolgoznak a zöldség termesztésén, a három éve elindult programban idén 6 diák munkás is segít. Három éve foglalkozik az önkormányzat a mezőgazdaság és tartmunka mintaprogram keretében kordonos uborka termesztésével. Elmondhatjuk, hogy az első év az inkább tanulé volt, akkor sem termeltünk veszteséget, de minimális nyereség volt. Tavaly már olyan 1,5 millió forint nyereséget tudtunk termelni az uborkán. Az idei év az még jobbnak ígérkezik. Eddig körülbelül olyan 2,5 millió forint értékű uborkát tudtunk a partner felé, a leszerződött partner felé értékesíteni, úgyhogy mi bizakodók vagyunk, hogy ez még jobban sikerül ez az év uborka szempontjából. A település már 100 évvel ezelőtt is a fokhagyma termeléséről volt híres. A gyökerekhez visszanyúlva jelenleg több mint 3 hektáron termesztik, a tervek szerint pedig a közeljövőben már helyben fel is dolgozhatják Dombrádon. Azt tudni kell, hogy Magyarországon ugye Makó környékén termesztik a fokhagymát, és nagyon sokat hoznak be más országokból, és hát úgy gondoltuk, hogy ebből az önkormányzatunk kicsit nagyobb bevételre tud szert tenni, és ezt szeretnénk folytatni úgy, hogy a megtermelt fokhagymát feldolgozni. Mert hogyha egy fokhagyma krém üzemet tudnánk építeni, akár egy start mintaprogramból, akár más pályázatból, akkor több embernek tudnánk munkalehetőséget adni az év egészébe. A magyar fokhagyma közel 95%-át Bátya és Makó környékén takarítják be. Ezeket az arányokat változtathatná meg a dombrádi fejlesztés. Évente megközelítőleg 50 ezer diák fejezi be felsőfokú tanulmányait, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Sokan nem tudják azonban, hogy a diákigazolvány biztosította kedvezményeket még a nyár folyamán is érvényesíthetik. A második fél évben végzett hallgatók október 31-ig használhatják a tanulóknak járó engedményeket. A tanköteles kor a 16. életév betöltéséig tart ma Magyarországon, kivéve azoknak, akik 2011. szeptemberben kezdték a középiskolát, náluk 18 év a korhatár. Ha valaki ezután is folytatja tanulmányait, matricával kell érvényesíteni diákigazolványát. Amennyiben a tanulmányok befejezésére a második fél évben kerül sor, úgy a diákigazolványra a tanuló, illetve a hallgató október 31. napjáig jogosult. Hogyha tanköteles korban van a tanuló, akkor matrica nélkül is igénybe vehetik eddig a napig a kedvezményeket, illetve ha nem tanköteles korú, akkor pedig az érvényesítő matricával érvényesített diákigazolvánnyal veheti igénybe a kedvezményeket. Az állam által garantált engedmények a nyári szünet alatt is érvényesek. Érdemes a www.diákkedvezmény.hu oldalon tájékozódni ezekről, de egy térképes mobil applikáció segítségével is elérhetőek a kedvező ajánlatok. Az utazási kedvezményekről több weboldal is beszámol, azonban téves információk is megjelentek, ezek tisztázására egy kormányrendelet ad választ. A kedvezmények csak a diákigazolvány érvényességi ideje alatt vehetők igénybe. Tehát ha a második fél évben szűnik meg a jogviszony, akkor legfeljebb a tárgyév októberi havi egy érvényességi idejének lejártáig vehető igénybe a kedvezményt. Tehát ha október 30-án 30 napos diákbérletet vásárol, akkor azzal nem fog tudni 30 napig utazni, csak október 31. napjáig.
A diákigazolvány lejárta után több helyen ifjúsági kedvezmény jár a 26 éven aluliaknak. A MÁV-nál például 33%-kal olcsóban utazhatnak péntek reggeltől vasárnap estig, de múzeumi és más belépőknél is igénybe vehetik ezt a kedvezményt az érintettek. Államalapító Szent István királyra emlékezünk augusztus 20-án. Szent István napjának nagyszabású ünneplése a 19. században kezdődött, később ez a nap az új kenyér ünnepévé is vált, hiszen egyes vidékeken ekkor rendeztek aratási felvonulásokat. A tiszalöki ünnepségen a város díszpolgárává avatták dr. Benkő Tibor vezérezredest, a Honvéd vezérkar főnökét. Az államalapítás évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésen a kenyérszentelés és a díszpolgári díj átadása előtt Tiszalök városvezetése a Tiszalök városért kitüntető díjat adta dr. Krámor Katalin háziorvosnak, valamint a Tiszalöki Polgárőrség Egyesületnek. A legnagyobb ünnepünk a Szent István ünnepe, a kenyérszentelés ünnepe, hiszen alapító királyunk úgymond sokat dolgozott azért, hogy ez az ország több mint 1000 év múlva is megállja a helyét az európai közösségben, itt Közép-Európában, sőt a világban. Őre emlékeztünk, államalapítónkra, illetve hát így a új kenyér megszentelése is itt válik aktuálissá, és két egyház képviseletében szenteltek kenyeret nekünk, és kóstoltuk meg, és természetesen voltak olyan évről évre visszatérő programok vagy pontok, amelyek arról szólnak, hogy minden évben, ha érdemesnek találunk rá embereket, közösségeket, akkor osztunk ki díjakat, címeket. A két Tiszalök városért kitüntető cím mellett dr. Benkő Tibor vezérezredest, a Honvéd vezérkar főnökét Tiszalök díszpolgárává avatták. Természetesen nagyon-nagyon örülök ennek az elismerésnek, ennek a kitüntetésnek, hogy nevezzem annak, és büszke vagyok rá. Megható érzés, felemelő érzés, hiszen én itt születtem, gyerekkoromat itt töltöttem, de azt követően elkerültem Tiszalökről, de mindvégig büszkén vallottam, hogy én szabolcsi származású vagyok, azon belül is tiszalöki, és mindig is arra törekedtem, hogy élen járjak a munkában, élen járjak a tanulásban, mutassak példát, legyenek követőim. Az ünnepségen, miután a történelmi egyházak vezetői megáldották és megszentelték az új kenyeret, a megemlékezés résztvevői meg is kóstolhatták. Képzések, felzárkóztató programok, épületfelújítás és építkezés, egészségügyi felvilágosítás, valamint jogi segítségnyújtás is tartozik ahhoz a programhoz, amelyet több mint 134 millió forintból valósítanak meg Nyírmihályban. A pályázat egyik fő célja a szemléletformálás, amit a projektben érintett 130 ember eleinte bizalmatlanul fogadott, de ma már örülnek a szolgáltatásoknak. Több mint 134 millió forintból valósítanak meg egy komplex telepfejlesztési projektet a 2200 lakosú Nyírmihályban. A 2012-ben indult 24 hónapos program célja, hogy a szegregált lakókörnyezetben, mély szegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját és felzárkóztatását segítsék. Összesen a célcsoportunk 130 fő. Ez a 130 főn belül 75 fő aktívkorú, illetve a többiek gyermekkorúak. Közvetlenül 45 embernek nyújtott ezt támogatást, mert megélhetési támogatást is kaptak, akik a képzésben részt vettek. Egyébként a képzés vonatkozásában 13 és tehát 21 néhány főnek volt képzés, ez könyves képzést jelentett, illetve kerti munkás képzést, akiket egyébként ezeket a képzéseket már sikeresen végrehajtottuk a pályázaton belül, és őket már most gyakorlatilag nagy részüket már munkához is juttattuk a közmunkaprogram keretén belül. A pályázaton belül két építési beruházás is megvalósult. Tavaly októberben adták át a felújított korábbi művelődési házat, ami a Csillagház nevet kapta, illetve a szegregátumon belül a napokban fejeződik be a Csillagpontház építése. A pályázat elején, amikor indult, akkor azokat a szolgáltatásokat, amiket vállaltunk, azt konténerben teljesítettük, tehát ott a szegregátumban, egy irodakonténerben, majd amikor a művelési házat átadtuk a felújítást követően, akkor azokat a szolgáltatásokat ide telepítettük. Ezek ugye itt egyrészt ugye egészségügyi felvilágosítás zajlott, jogi segítségnyújtás, ezen kívül az időseknek a nappali ellátását is ide szerveztük, ami a pályázatban szintén szerepelt. Ez még most olyan szervezés alatt rövidesen már működik. És engedélyt is fogunk kapni. Ez körülbelül 50 fő idős embert érint itt Nyírmihályban.
Egyébként erre volt, erre elég komoly igény volt a településen. Ha elkészül a Csillagpontház, a pályázat által biztosított szolgáltatások egy részét áthelyezik ide, az idősek nappali ellátása pedig továbbra is a Csillagházban a korábbi helyén várja az időskorúakat. A polgármester elmondta, a szemléletformálás igen fontos eleme volt a novemberben befejeződő pályázatnak, amit a célcsoport eleinte bizalmatlanul fogadott, hiszen ilyen korábban nem volt a településen. Nemzeti emlékhelyet alakítottak ki a magyar-román határ melletti Nagygécen. Az emlékhelyet hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. 6 millió forint múzeum szakmai támogatást nyert a Vasvári Pál Múzeum Tiszavasváriban. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki a települési önkormányzatok által fenntartott múzeális intézmények támogatására. Tiszavasváriban a gyógyszerészet megyei történetét bemutató állandó kiállítást újítják meg. A felkészülés második hetében jár a nyíregyházi kosársuli amatőr nemzeti bajnokságban szereplő együttese. Farkasinszki Gyuláné tanítványai napi két edzésen vesznek részt, a jövő héten pedig csengeri edzőtáborba utaznak az utánpótláskorú játékosok társaságában. Nemzeti emlékhelyet alakítottak ki a magyar-román határ melletti Nagygécen. Az 1970-es árvíz miatt elnéptelenedett szatmári település romos állapotban lévő templomát felújították, és látogatóközpontot építettek köré, ahol a magyar történelem fontos eseményeit ismerhetik meg a látogatók. A több mint 500 millió forintos kulturális turisztikai beruházás átadását őszre tervezik. A román-magyar határmenti Nagygéc 45 éve lakatlan, virágzó múltját már csak a 13. századi templom hirdeti. Az 1970-ben kitelepített lakosok és leszármazottaik csaknem fél évszázada küzdenek azért, hogy megmentsék falujukat. Kitartásuk eredményeként számos támogató állt melléjük, míg végül a szomszédos Csenger nyertes pályázatával tavaly kulturális turisztikai fejlesztés indulhatott el a településen. Nagygéc a csengeri kistérségnek a része, és azért úgy gondoltuk itt csengeri képviselőtestület, hogy nem szabad hagyni, hogy ez a gyönyörű templom, ami az 1200-es évek elején épült, hogy tönkre menjen és teljesen az enyészeté legyen. Ezért úgy gondoltuk, hogy egy pályázatot nyújtanánk be a felújításához, és ekkor Bajer Zsolt író és Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr keresett meg minket azzal, hogy van egy olyan lehetőség, amiben nem csak magába a pályázatot, tehát nem csak a templomot újítanánk fel, hanem az egész környezetét egy turisztikai attrakcióvá tudnánk kiépíteni. Ezt a pályázatot benyújtottuk az Európai Uniós pályázati kiírásra, és 570 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert el Csengel város önkormányzata. Az egy évvel ezelőtt kezdődött munkák során teljesen felújították a megmaradás templomát, látogatóközpontot alakítottak ki, és egy Makovec Imre tervei alapján épített kilátótorony is helyet kapott a nemzeti emlékhelyen. Ennek a toronynak az a lényege, hogy ha felmászunk a tetejébe, akkor egész Szatmárnémetig ellátunk. Ugye annak idején Szatmárnémeti volt ennek a térségnek a központja, és ez a torony pont azt jelképezi, hogy a határtalanságot. Tehát, hogy onnan kinézünk, akkor nem határt látunk, nem látunk határokat, hanem összefüggően látjuk a képet, és egész Szatmárnémetig a Párciumig el tudunk látni innen Nagygécből. A templom mellett található a bemutató ház, látogató központ, ahol az itt élő nemeseknek lesz egy-egy kiállítása egy-egy szobában, akik itt éltek, akik itt dolgoztatták, vagy munkát adtak az embereknek, akik ezt a települést fejlesztették. Az emlékkertben helyére került az őrtűzoszlop is. A monumentális alkotás a hét magyar törzs bejövetelére is emlékeztet, és a honfoglaló ősöknek állít emléket. A látogatók az Árpád-házi királyok neveit is felfedezhetik az oszlopon. A Nemzeti Emlékpark ünnepélyes átadását őszre tervezi a csengeri önkormányzat. 6 millió forint múzeum szakmai támogatást nyerte a Vasvári Pál Múzeum Tiszavasváriban. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma írta ki a települési önkormányzatok által fenntartott múzeális intézmények támogatására. Tiszavasváriban a gyógyszerészet megyei történetét bemutató állandó kiállítást újítják meg 2016. június végére.
A Kubinyi Ágoston Múzeum szakmai támogatási programban bruttó 6 millió forintot nyert a Vasvári Pál Múzeum. Az elnyert összegből egy közel 50 éve látható állandó kiállítás teljes körű felújítása valósul meg. A tárlat 2012-ben költözött át az Ady Endre úti főépületbe, a felújítás után is itt lesz elérhető az érdeklődők számára. Egy régi új kiállítás fog megújulni, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye orvos és gyógyszerészet története. Ez a kiállítás már a 70-es évektől látható volt a múzeumunkban, és az elmúlt időszakban egy nagyobb épületbe költözött a múzeum, ahol most is vagyunk, és lehetőség nyílt arra, hogy egy interaktívabb 21. századi formában mutassuk be ezt a tárlatot, úgyhogy ez fog most itt megújulni, illetve egy kis részéből ebből az összegből a régészeti tárlatunk kap interaktív elemeket, ami látogatóbarátabbá teszi ezt a nagy kiállítást. Az épületben két irodai helyiségből alakítanak ki majd egy új termet a kibővült tárlatnak. A munkák még idén elkezdődnek, és várhatóan jövő év június végére befejeződnek, így a 2016-os múzeumok éjszakáján már a kibővített kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők Tiszavasváriban. Az orvos és gyógyszerészet történet is újra érdekes lesz, hiszen egy megyei színfoltot mutatunk be. Szintén kerül bele régészeti anyag, de legfontosabb az, hogy is alakultak ki megyénkben a patikák, illetve kik voltak azok a híres orvosok, akik a mi orvos tudományunkat előrevitték, így például Jós Andrásra és Korányi családra fogunk megemlékezni. A Vasvári Pál Múzeum idén tekintélyes szakmai elismerést kapott, a Pulszki Társaság Bíráló Bizottság elismerő oklevelét érdemelte ki. Ezt a rangot a tudatos, stratégiai gondolkodás során kialakított közösségi központú intézményfejlesztésért kapta. A felkészülés második hetében jár a nyíregyházi kosársuli amatőr nemzeti bajnokságban szereplő együttese. Farkasinszki Gyuláné tanítványai napi két edzésen vesznek részt, a jövő héten pedig csengeri edzőtáborba utaznak az utánpótlás korú játékosok társaságában. Az első heti úgynevezett ráhangoló edzések után ezen a héten már teljes fordulatszámon pörögnek a nyíregyházi kosársuli játékosai. Délelőttönként továbbra is az erőnléti edzéseké a főszerep, délutánonként pedig labdás edzéseken izzadhatnak a Szent Imre gimnázium csarnokában Farkasinszki Gyuláné tanítványai. A keret nem teljes, egy-két új kosaras még érkezhet szeptember elején. Az igazság, ugye, hogy a múlt héten még csak napi egyezéssel mentünk, ilyen ráhangoló jellege, ugye nem is ért be mindenki ezekre az edzésekre, ezen a héten viszont már egy ilyen 80%-os állapotban vagyunk, tehát az nagyon sokan, akik eddig, mit tudom, még Ukrajnában voltak, Szolnokon voltak, hogy azok is bejöttek az edzésekre. Délelőttönként egy ilyen mozgáskoordinációs, sok eszközös feladatokat rakott össze Gábor, ők ezzel dolgoznak, délután pedig ugye jön az én dolgom, amikor a kicsik megpróbáljuk a labdára is szoktatni a lányokat, tehát egy napi két edzéssel haladunk ezen a héten. A csapat kulcsjátékosa Farkasinszki Orsolya szerint a korábban megszokotthoz képest némileg átalakul majd az együttes játék stílusa. Nagyon futós társaság lesz, úgyhogy ebben a feladatban nekem is kicsit fejlődnöm kell, fel kell nőnöm hozzájuk. Nagyon sok kis emberünk van, akik gyorsak, lendületesek, pörgősek, és ez azt gondolom, hogy ez az előnyünké fog válni ebben a szezonban. A nyíregyházi kosársuli az elmúlt évekhez hasonlóan ismét beillesztett egy edzőtábort a felkészülési programba. Következő héten kompletten így az egész társaság kiteszi a székhelyét Csengerbe, hogy szintén ugyanekkel a kondíciókkal megyünk, tehát napi két edzéssel, annyi, hogy ott rögtön a közelben ott van az úszoda, tehát egy kis úszoda jellegű munka is bele fog még ebbe az egészbe kapcsolódni, ott kint vagyunk 5 napot, a kisebbeket, a 2000-2001-et azt onnan kivisszük Nagyváradra egy 2 napos tornára, ők onnan, hogy jönnek haza, és ők valószínűleg egy nappal több pihenőt kapnak, a nagyok azok pedig jönnek haza, ők 2 nap pihenő után hétfőn újra kezdik az egészet teljes rendülettel. Az NKS szeptemberben már edzőmeccseken is pályára lép, hazai ellenfelek mellett a kassaiakkal és a nagyváradiakkal is megmérkőznek majd Farkasinszkijék. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Mintegy 300 munkanélkülinek segít a közmunkaprogram a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Dombrádon. A foglalkoztatottak közül 35-en dolgoznak a több éve milliós bevételt is hozó uborkaföldeken.
Emellett a fokhagyma termesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Az önkormányzat jelenleg egy fokhagymakrém üzem építését is tervezi. Évente megközelítőleg 50 ezer diák fejezi be felsőfokú tanulmányait, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Sokan nem tudják azonban, hogy a diákigazolvány biztosította kedvezményeket még a nyár folyamán is érvényesíthetik. A második fél évben végzett hallgatók október 31-ig használhatják a tanulóknak járó engedményeket. Államalapító Szent István királyra emlékezünk augusztus 20-án. Szent István napjának nagyszabású ünneplése a 19. században kezdődött. Később ez a nap az új kenyér ünnepévé is vált, hiszen egyes vidékeken ekkor rendeztek aratási felvonulásokat. A tiszalöki ünnepségen a város díszpolgárává avatták dr. Benkő Tibor vezérezredest, a Honvéd vezérkar főnökét. A Kölcsei Televízió csütörtöki híradóját látták. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Híreinket addig is természetesen megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!